oda, három. Van itt egy mikrofon, amit ki lehet venni. Jó, én azt kiveszem. Jó. Jó. És akkor ide tudsz fénybe is. Kezelnéd. Jó. Hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit. A helyzet az, hogy akik ezt a rendezvényt összehozták, gondolom tudjuk, hogy minden dicséretet megérdemelnek, mert olyan lélektani pillanatban került ez az esemény megrendezésre, ami ténylegesen a nemzet számára ebben az áldatlannak tűnő vészterhes időszakban is utat tud mutatni. Tehát szó szerint a nemzet most megint visszakapja a lelkében koronáját, és visszakapja, hát reményeink szerint azt az utat, amelyen végig kell mennie. Viszont ez egy diavetítéses előadás lesz, amelynek az a lényege, hogy én legalább 5-6 idézetet még menet közben föl fogok olvasni, és ennek a kettőnek az összehozatala nem biztos, hogy néha nagyon szerencsésen fog megmutatkozni, főleg akkor, hogyha ennyire nagy vetítő vászon áll rendelkezésre, és ilyen kicsi a kivetíthetőség megmutatkozó képfelületen. Megpróbáljuk majd a lehetetlent, hiszen itt a képek magukért fognak beszélni. Tehát akkor lesz az előadásnak a kezdetén egy olyan általánosnak mondható, összegző tanulságokat felelevenítő bevezetés. Ennek az a lényege, hogy megpróbálom bizonyos történelmi kérdésekkel megint csak megismerkedni és megbarátkozni, de hát nyilvánvaló módon neves előadó elődök ezeket a kérdéseket már tárgyalták. Viszont a tudásnak az alapja néha az, hogy előveszünk újra rendkívül fontos és a Szent Korona kutatás történelmében lényeges forrásokat is. Ha ténylegesen ennek az ideje eljön, már pedig eljön, mert azt megint csak tudni kell, hogy a hivatalos korona kutatásnak van egy nagyon érdekes sajátossága, és ez most egyáltalán nem a kritika, tehát félreértés ne essék, távol álljon tőlünk minden bíráló vagy kritikus megjegyzés, de ha a tudománytalanságnak van fantazmagóriája oly módon, hogy az kísértetként bejárja a koronakutatás évtizedeit, az gyakorlatilag maga a hivatalos koronakutatás. Tehát ha hangsúlyozom, én itt nem akarok külön tételekre visszatérni, de hát a tények azok nagyon makacs tények tudnak néha lenni. Na most az első legfontosabb tétel ebben a vonatkozásban úgy is megfogalmazható, hogy Szent István király, tehát Szent István magyar király viselhette, hordhatta, vagy egyáltalán ezzel a koronával Szent Istvánt megkoronázhatták-e. Már a kérdés is hihetetlenül ostobának tűnik, hiszen a magyar jogrendben királynak csak azt tekintették, akit a magyar szent koronával megkoronáztak. Na most Gézának, Kárpát-medencén belül és Európában, Szent István édesapjának volt akkora hatalma, ez politikai, társadalmi és vallásos hatalom egyszerűen, hogyha ő nagyon akarta volna, akkor ennek a hatalomnak a lényegeként saját magát királynak is nevezhette volna. Aztán a kegyes emlékezet évszázadok elteltével pedig ezt a királyságot Gézára már csak kegyeleti okok révén is automatikusan visszavetíthette volna. De mivel Gézát, Szent István édesapját nagy valószínűség szerint tényleg fejedelemnek kell tekintenünk, és nem királynak, ezért megállapítható az a tétel, hogy Gézának bár hatalma megvolt, de a Szent Koronával mégsem koronázták meg, ezért őt nem lehet királynak tekinteni. Viszont a fia, aki lehetett volna fejedelem is, lehetne szakrális fejedelem, vezérlő fejedelem,
fejedelmek elseje, fejedelmek csillaga. Érdekes módon őt mégis a történelmi emlékezet Magyarország első királyaként tartja számon, és itt egy megszorító intézkedést kell érvényesítenünk, azzal a megszorítással, hogy egy másik királyt is Magyarország első királyaként tart számon, a magyar emlékezet, és ez maga Attila király. Tehát a Szent Istváni térítésről, fordulatról egyáltalán lehet beszélni, akkor ennek egyetlen egy valóságos alapja lehet. Szent István odafordítja vissza a nemzetet üdvtörténeti küldetése vonatkozásában, amely üdvtörténelmi utat maga Magyarország első királya Attila határozott meg számára. Na most nem árt tudni azt, hogy a mondai és a legendás hagyomány is évszázadok óta, és ez már az Árpád korban így jelenik meg, és így mutatkozik meg, tehát erre vannak krónikás változatok is, ilyen a lengyel-magyar krónika, a magyar szent koronának a megjelenését a magyar történelemben nem is annyira Szent István személyének, személyes varázsának tulajdonítja, hanem Attila király érdemének. Tehát angyal ígéri meg Attila királynak azt Róma falai alatt, ezt az angyalt maga Jézus Krisztus küldi Attila királyhoz, és akkor tűnődjünk el azon, hogy Jézus Krisztus angyala Róma püspökével, Nagy Szent Leóval vajon miért nem akar szóvá állni. Mert ez az angyal egyenes úton, Jézus megbízatása alapján egyenesen Szent Attila királyhoz vette az útját. És itt hangzik el ez az a sokat emlegetett idézet, ami tényleg a lengyel-magyar krónikában, más néven varsói krónikában is olvasható. Az angyal megkéri Attila királyt, a világurát, hogy kinélje meg ezt a várost. Miért? Nem azért, mert itt nagyon jó emberek laknak, mert az amfiteátrum, vagyis a Kolosseum, az egy olyan világra szóló, maradandó, pozitív élményhez juttatta az emberiséget, hogy ezt évezredeken keresztül őrizni kell. Nem ezért, hanem azért, mert azt mondja, mert apostolaink csontjai nyugszanak itt, ezen a helyen. Na most itt két apostol szoktak emlegetni, az egyik Szent Péter, a másik Szent Pál, és megint felmerül egy kérdés, ami nagyon izgalmas kérdés, és ez független attól, hogy az egyik apostol Szent Péter járt-e Rómában, vagy nem járt Rómában. Tehát valamire figyeljünk fel. Ha mi állandóan bagatelizálunk kérdéseket, akkor az egyik lyukból, miután végre sikerült kivergődnünk valahogy, már a másik előkészített lyukba kerülünk bele. Tehát nem az a lényeg, hogy Szent Péter járt-e Rómában, hanem az a lényeg, hogy Szent Péternek Jézus által tett személyes ígéretét a világtörténelemben és a kereszténység történelmében valaki valóra váltotta. Na most mit jelent ez magyarul? Jézus Péternek ígéri meg azt, hogy te Simon Jóna fia Kéfásnak fogsz neveztetni, és én erre a kősziklára építem az egyházamat. Igen ám, de van egy vallástörténeti kérdés, ez lehet művelődés történeti kérdés. Jézus Péternek tett ígéretét a világ történelemben kiváltja alóra. Mert csak Attila király személye jelenik meg ebben az időben, természetesen a művelődés történet, a kultúrtörténet, a vallástörténet mélyen hallgat a tényről. Egyszer már nagyon örülnék, ha egy római pápa karácsonyi remegős beszédében kitérne arra, hogy mióta van római pápa pápai székben. Na most ezek a kemény kérdések. Minden esetre Róma falai alatt megjelenik Jézus angyala, megkéri Attilától, hogy kinélje meg ezt a várost. Na most a következő lépés az lesz, hogy innen indul a római pápaság valóságos történelme. A másik pedig az angyal ígérete, ami így szól. Majd egy utódod, eme nemes és tényleg kegyelemmel teljes tettedért, örökké tartó koronát fog kapni.
Na most ez az utód viszont Magyarországnak az az első királya, akinek a neve nem Attila, hanem maga Szent István. Na most éppen ezért pápai korona küldésről beszélni, ez megint csak egy olyan fajta dolog, aminek egyetlen egy célzatos, hogy úgy mondjam, kikövetkeztethető logikája van. Valahova zárkóztassanak már fel bennünket. Tehát ez az egyetlen, nehogy azt hisszük, hogy ennek valamiféle történelmi valóságos alapja nincsen. 1110-re tehető a Hartwig-féle legenda, ahol rébuszokban van valami utalásszerű nyom, egy meg nem nevezett pápa és egy magyar király kapcsolatára. A meg nem nevezett pápa, ez tényleg nincsen megnevezve, ezt a kegyes emlékezet, mi a Szent István korához kötjük, ezt lehet második szilveszternek nevezni, na de nincsen megnevezve. A másik pedig, amit már a gondos forráskritika réges-rég kimutatott, hogy itt gyakorlatilag a pápai üzenetben nem az fogalmazódik meg, hogy egy test szerinti koronát küld egy római pápa Szent István magyar királynak, hanem koronát és áldást küld, ami a középkorban olyan formula, hogy jó napot kívánok. Tehát ha én valakinek azt mondom, hogy jó napot, akkor nem akasztok le a tejútrendszerből egy csillagnak tűnő napot, és adom valakinek oda. Na most hangsúlyozom, velünk évszázadok óta, ez úgy 1526-tal, 1541-jel kezdődött, az egyik a Mohácsi tragédia, a másik az ország szakrális központjának, Budának az elestje, bennünket azóta egyfolytában valahova fel akarnak zárkóztatni. És már vagy fél évezred telt el, és a fél évezreden keresztül hazudoznak egy nemzetnek, még a jobbak között is lesznek olyanok, akik éppen azért, mert jó szándékúak, abból fognak kiindulni, hát ha van benne valami, nincs benne semmi. A hazugság az hazugság, és ez nagyon kemény tétel. Na most az, hogy a középkorban nem tulajdonították pápai eredetűnek már olyan formában, hogy római pápa küldte Szent Istvánnak a magyar szentkoronát, ez nem vita téma. Tehát ezek a kemény tények. Na most hogyan lehetséges az, hogy a középkor, az a középkor, ahol mégiscsak egy egyházjogi viszonyban áll a magyar apostoli királyság a római pápasággal, egyik fél sem tud arról, hogy római pápa Szent Istvánnak koronát küldött volna. Most akkor hogyan alakulnak ki ilyen iszonyatos torz szülemények a saját múltunkban? Hangsúlyozom, semmi valóságos alapja nincsen, viszont nagyon szépen jelződik az, amit már Révai Péter koronaőr megfogalmaz, hogy a magyar szent koronának az eredete, mintha nem is egy földön létező ötvös műhely körében mutatkozna meg. Tehát Révai Péter koronaőr nagyon szépen elmondja, hogy a magyar szent korona mintha született volna, tehát a magyar szent korona létrejötte, mintha nem is ötvös művészeti csodáról lenne szó, egyébként arról van szó. De mintha nem az lenne a hangsúlyos, hogy ezt kiváló, és tényleg koruk legmagasabb szellemi és mesterségbeli tudás vonatkozásában legmagasabb szinten lévő ötvösök készítették volna, hanem mintha valahol, és ez a valahol nem alattunk van, hanem fölöttünk, mintha az égben született volna. Na most, minthogyha a magyar szent korona az égből szállott volna alá, és ez a megfogalmazás, ez tényleg évszázadok viharát is átéli és túléli, és egy angol utazó 1699-ben a következőket mondja. Tehát angol utazó, már eleve lehet azt mondani, hogy kozmopolitikus, tehát kozmopolita, és egy angol világbirodalmi érdeket, akkor még csirájában lévő érdek világot képvisel. Na most, bármennyire hihetetlen, nekünk néha meg kell ismerkedni azokkal a külföldi
és mindig objektívnak feltüntetett forrásokkal, amelyekkel bennünket riogatni szoktak. Miért? Mert egyet-kettőt kiragadnak a nagy általánosságokból, és ezért nem tűnik fel nekünk, hogy a korabeli külföldi közvélemény, a nemzetközi közvélemény egészen máshogy ítélte meg a magyarság helyzetét, szerepét az ember lakta világban. Na most az angol utazó a következőket mondja. A magyarok különleges nyelvet beszélnek. 1699 Buda úgymond visszavétele és a Rákóczi szabadságharc kitörése közötti időszakban járunk. És a magyarok különleges nyelvet beszélnek. Tehát, hogy érthető legyen. Nem finnugor nyelvet, hanem különleges, rendkívüli erővel rendelkező nyelvet. A magyart a világban a nyelve is szó szerint predesztinálja az emberiség körében végrehajtott küldetésére. Mert a magyar nyelvet nem lehet mindenféle nyelvi családfák révén felsorakoztatni. A magyar olyan, mint a több ezer éves cédrus. Egészen egyszerűen a nyelve van, létezik, és ahogy megint csak kiváló közéleti személyek 19. században megfogalmazták, minthogyha ez tényleg az igének lenne a nyelve. Most ezen el kell gondolkozni. De nem lesöpörni az asztalról, hanem egyszerűen föl kell tenni a kérdést, hogy 19. században, vagy a 18. században angol közéleti személy, költő, műfordító, vagy angol utazó miért állítja a magyar nyelvről azt, hogy ez a nyelv a világnak és a teremtésnek a csodája. Hát hangsúlyozom, hogy ha a világ nem becsüli meg, akkor legalább azt kellene megbecsülni, amit bennünk a világ néha szeretne újra megbecsülni. Nem lehet nyelvről, származásról, küldetésről lemondani. Csak azért, mert ezzel imponálni lehet valahol. Sehol nem lehet imponálni. És ezt jó, hogyha megjegyezzük. Minden esetre azt is, hogy a magyarok különleges nyelvet beszélnek. Hanem a koronájukról is valami rendkívüli dolgot hisznek. Ugyanis szerintük az angyal hozta Szent István királynak. Nincs lábjegyzetbe magyarázat, hogy ezek a magyarok, miután különleges nyelvet beszélnek, hát ilyen elfajzott náció, össze-vissza képzelgelnek arról, hogy egy római pápát összetévesztenek angyallal. Hát ezek ilyenek természetesen. Láttak a heti hetesbe valami, nem tudom mit, és azt azon nyomban mindenáron össze akarják téveszteni. Tehát, hogy érthető legyen, sem a világ közvéleménye, sem a magyarság nem tud pápai korona küldésről Szent István és a Szent Korona vonatkozásában. 1699-ben járunk, és nem magyar a szerző, hanem külföldi. Tehát megbízható az atyafi, vagy nem megbízható? Nincs kinek villognia, egy kivérzett ország belsejében utazik. A 150 éves török megszállás után van az ország. Ugyanis szerintük az angyal hozta Szent István királynak. Miért is meg vannak győződve, hogy ettől függ az ország sorsa. Tehát meg vannak győződve a magyarok, és erről egy külföldi világutazó is meggyőződött, hogy ez a meggyőződés, ez nem mosolyogni való, hanem titokzatos, szentséges és hatalmas erejű. A koronától függ az ország sorsa. Mintha a nemzetnek a sorsa a magyar Szent Koronában lakozna. És hát gondolom, tudjuk a Szent Korona tannak, a Szent Korona misztériumnak, pontosan ez az egyik legfontosabb összetevője és lényege. Ezért fordítanak annyi gondot annak őrzésére, és minden alkalommal megóvják a szerencsétlenségektől. Na most eljött annak az ideje, hogy a magyarság megint megóvja koronáját a szerencsétlenségektől. Ugyanis gondolom mindannyian tudjuk, egy kormányrendelet lépett érvényre, és ennek az a lényege, hogy december 31-ére olyan szakértői jelentéssel akarnak a Szent Korona felé lépéseket tenni, amelynek pontosan az a legfontosabb lényege, szó szerint idézem a közlönyben megjelent kormányrendeletet, hogy a Szent Korona roncsolásmentes anyag vizsgálata. Most engedelmet kérek.
Hát itt óriási probléma vetül föl. Miért? Mert egy másik kormányrendelet, valamikor februárra vagy márciusra idézve, a magyar nemzet felségjelvényeit, zászlóit és címereit akarja fölülvizsgálni szakértői vélemény alapján. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magyarságot saját koronájától, címerétől, zászlajától nyilván nem ezzel fognak dicsekedni, de az egész úgynevezett őszi forrongás azért vett ilyen utat, hogy ezzel a forrongással erről a gaztetről a figyelmet eltereljék. Hát nem is. Erről van szó. No, jön a következő idézet, és remélem jól állunk az idővel is. 1440-ben ellopják a magyar szent koronát Habsburg Albert özvegyének, a segédletével Kottanner János, Cillei Ulrik és a német-római császár együttes közreműködése alapján a visegrádi fellegvárból kilopják a magyar szent koronát. Na most ez amennyire drámai, azért Kottanner Jánosné a korona tolvaj nagyon sok mindent elmond és leír. Hát erre mondja az ember, hogy bár így ne tudtunk volna meg nagyon fontos dolgokat a magyar szent koronáról. Tehát van más útja is a tudásszerzésnek és az élménytapasztalatoknak. De viszont ez egy nagyon kemény tétel, mert Kottanner Jánosné minden személyes híreszteléssel ellentétben nem magyar anyanyelvű lakosa volt a magyar szent korona országának. Kottanner Jánosné, ha jól emlékszem, Bécsben látta meg a napvilágot. És ez a kis műve német nyelven jelent meg. Tehát ez a német nyelvű irodalomnak az első szánypróbálkozása. Na most ezt azért becsüljük meg. Csak az egy más kérdés, hogy egy lopás eseményéhez fűződik. Minden esetre a következőket írja. És amint igaz, hogy Szent Istvánnak Magyarországra Isten küldte és szánta a szent koronát. Tehát most már nem 1699-ben vagyunk, utazunk vissza az időben. A korona tolvaj Kottanner Jánosné az emlékirataiban, hangsúlyozom, ez egy nagyon irodalmi és történelmi szempontból, ez egy utolérhetetlennek tűnő munka abban a korban. És mit mond? Azt, hogy ahogy igaz. Tehát itt nincs vitának helye. Tehát az akkor úgy tartja, persze mindjárt befut a Intercity-vel a történész, aki ki fog itt javítani, mondván, hogy hát mint tudjuk a régebbi korok szerektek ideák között tévelyegni, de azóta a történelemtudomány kétségtelenül bebizonyította. Mit bizonyított be? Hát ezek olyan sztereotípiák, olyan panelszövegek, olyan iszonyatos butaságokon alapulnak, hogy ez nem is kell ezzel foglalkozni, azt bánom, hogy én ezzel ilyen részletesen foglalkozom itt most. Tehát és amint igaz, hogy Szent Istvánnak Magyarországra Isten küldte és szánta a szent koronát. Na most ez miért lényeges dolog? Azért, mert az európai kereszténység történetében számtalan olyan történelmi helyzet született már, hogy a római pápának nagyon jó lett volna arra hivatkozni, hogy ő koronát küldött magyar királynak. Van ilyen nyom? Addig fogunk itt butáskodni, amíg majd hamisítanak nekünk. Körülbelül addig fog tartani a butaság, majd egyszer csak valaki elő fog állni. Hát emlékezzünk erre a Júdás evangélium című rémhistóriára. Ma úgy mondanánk, élő egyenes adásban megkérdezik azt a néhány szaktudóst, hogy ilyet lehetne hamisítani. Mi volt erre a válasz? Persze, hogy lehet, mi ne lehetne. És ki tud ilyet hamisítani? Mi volt erre a válasz? Hát körbenéznek is, hogy bárki. Tessék megrendelni. Tehát ha hamisság özönében élünk, és ami nem az igazságot és nem a jobbat keressük az ember lakta világban, akkor tovább fognak bennünket szennyezni.
Mert egészen nyilvánvaló az, hogy azt akarják, hogy a nemzetnek ne legyenek magasztos céljai. Ez teljesen nyilvánvaló. Na igen ám, de ha megvannak a magasztos céljaink, akkor esetleg, ha a történelem nem olyan fényes a múltban, mint hogy magasztos céljaink ezt jelezhetnék, akkor mi ebbe bele fogunk nyugodni, de a mércét mégsem lent fogjuk megállapítani. A mérce az egy eszmei síkon jelenik meg. És a jelen azért jelen, ha a múltban történtek hibák, akkor most ebben a történelmi pillanatban 500 évvel ezelőtt elkövetett esetleges hibát ki tudjuk javítani. Hát a történelem az végeredményben emberi életeknek a sűrítménye. Hogy József Attila gyönyörű szépen megfogalmazza, én úgy vagyok, hogy 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat és kész az idő egésze, mit 100 000 ősöm szemléltet velem. Tehát nincs halott múlt. A múltról el lehet feledkezni esetleg. És aki elfeledkezik a múltjáról, annak természetesen hamis információkat lehet a tudatával beprogramozni. De a múlt attól még élni fog. Csak zokogva és sírva fog a jelenre gondolni. Majd túl leszünk egyébként ezen is. Jön a harmadik idézet, ez a képes krónikából. 1305-ben, 1301 után az Árpád-ház atyai törzsökének kiválása után, tehát ez harmadik András halála, hát a leányági próbálkozók jelennek meg a Kárpát-medencében. Először egy Vencel, akit László néven koronáznak meg, reménytelenül alkalmatlannak tűnik, utána jön egy bajor próbálkozót, Ottónak hívják, de nem az a lényeg, hogy Prágából jön vagy bajor. Hát ezek negyedik Béla lányának, egyik másik lányának Ágán jönnek vissza. Ez egy más kérdés, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. Ezek úgy tűnik alkalmatlanok, és közben itt van az országban az a Caroberto Károly Robert, aki még fiatal gyerek, de hát ezek kiesnek, és végül marad a választékból majd ő. Na most Ottó az országúton, miközben éjszaka haladnak előtte, és Vencel-től megkapják a majd, inkább Lászlót mondok, megkapják a magyar szent koronát, jönnek éjszaka az országúton, egy csobolyóban van elrejtve a magyar szent korona, Nyerekkápához van hozzákötve, eloldódik a szíj, leesik a csobolyó, és mi történik? Felvirrad a nap, koronát nem találják sehol. Álló délben visszanyomoznak, mire visszanyomoznak az országúton, már álló dél van, és a forgalmas országút kellős közepén ott van a csobolyó, vagyis a kulacs, amiben a magyar szent koronát elrejtették. Senki nem emelte föl, érdekes módon. Nem nézte meg. Nyilván mindenki tudja, egy erkölcs által vezérelt országban, hogy meg kell várni azt az időt, amíg emberi számítás szerint, aki elveszítette, rájött arra, hogy elveszítette, honnan lehet visszajönni a legtávolabbi országrészekből, visszajön, és hogyha elmúlt annyi és annyi idő, akkor teszik egy kicsit félre, de még mindig elérhető helyen. Tehát senki nem veszi föl. És ekkor kiállt fel a képes krónika szerzője gyönyörű hatalmas szózattal, Pannonia nem veszíthette el angyalatta koronáját. 1358-ban Nagy Lajos uralkodásának első harmadában kezdődik a képes krónika, pontosabban első harmadának végén a krónika írása. Nyoma nincsen annak, hogy a magyar szent korona máshonnan, mint föntről származik. Tehát olyan, hogy oldalról és legkevésbé római pápától, ez elképzelhetetlen. És tényleg csak azért, hogy az idézetek végére érjek, nem árt a következőket tudni pontosan erről az időszakról. Károly Róbertet miért nem támogatta a magyar főpapi osztály? Tehát magyar főpapság. Miért nem támogatta? Most már ezt nem fogom szó szerint felolvasni, mert ahhoz tényleg kevés az idő, de nagyon egyszerű okkal indokolták. Ezek papok voltak, tehát nem főurakról van szó. Ott van János kalocsai érsek, ott van Antal csanádi püspök, ott van
a váradi püspök Imre, ott van a szepesi püspök. Tehát gyakorlatilag a püspöki kar azért utasítja el Károly Róbert jelölését, mert a római pápa támogatja őt. Ez elegendő volt ahhoz, hogy Magyarországon főpap abban a pillanatban azt mondja, hogy nem. És mi volt az indok? Képes krónika, latin nyelvű szöveg. Mi az indok? Mert hogyha elfogadják a Szent Szék jelöltjét, az ország könnyen elveszítheti, ezek nagyon okos emberek voltak, könnyen elveszítheti szabadságát és függetlenségét. És ezek egyházi személyek. Akkor elsősorban milyen szabadságról van szó? Hát többek között az egyházi szabadságról. Tehát egészen más a kortárs viszony római pápához és kereszténységhez, mint a közelmúlt évszázadaiban. És ezek elképesztő dolgok, és leginkább az a leginkább elképesztő, hogy ezeket nem kezeljük tényként. Az összes koholmányt, az összes hamisítást, az összes vélekedést, ami így indul, hogy a tudomány azóta kétségtelenül bebizonyította. Mi mantráznak, varázsige, ráolvasás. Meghallunk egy ilyen mondatot, hogy a történelem tudomány azóta kétségtelenül bebizonyította, és vigyázz bál az osztály. Hát mit bizonyított be? A saját alkalmatlanságát. No de... Megérkezünk most már a vállalt küldetéshez, hát remélem, hogy tényleg eljutunk oda. Most már a Szent Korona, hogy úgy mondjam, lényének, létezésének vonzásköréről néhány idézet. Lévai Péter munkájának, ha nem is címlapján, de ha jól emlékszem, belső oldalán van egy akkori kortárs metsző készítők közül kiválónak számított ez a bizonyos Kilián, hogyha jól emlékszem a nevére. Na most megörökítik a Magyar Szent Koronát egy metszeten, hát ez egy eszmei képe, mert ő nyugat-európai metsző művész életében nem látta a koronát. Tehát ahogy Révai Péter munkájából ki lehetett olvasni. Igen ám, de az égben szárnyaló korona alá egy szöveg van írva, és ebből egy részletet azon nyomban felolvasok. Isteni fénnyel ránk letekintő mennyei csillag. Égre vagy érdemesebb, földre vagy érdemesebb, fényeskedj hazámnak. És ugyanakkor jön egy olyan mondatrész, ami egy kicsit figyelmeztető, ezt direkt most nem olvasom föl. Mert nem adunk lehetőséget az aktualizálásnak ebből a szempontból. Tehát mennyei csillagként jelenik meg a Magyar Szent Korona, és ahogy Pap Gábor művészettörténész nem egy alkalommal figyelmeztetett rá, Révai Péter koronaőr munkájában a legtöbb jelző a korona körül, vagy angyali korona, vagy angyali korona szent csillag, tehát vagy szent csillagként jelenik meg. És itt már kezdünk a korona belső hatóereje felé közelíteni. Ugyanis következőt kérdezi Révai Péter koronaőr. Erősebben vonzza-e a mágnes a vasat, mint ahogy a korona titokzatos erejével? Na most gondolom tudjuk, ezek nem misztikus szentek voltak a maguk idejében. Tehát egy Révai Péter koronaőr, ő államférfi volt a mai fogalmaim szerint. Tehát Túróc vármegye főispánja, a Magyar Szent Korona őre. Kardforgató férfiak voltak. Nem az édes vízkönyv kiadó, hogy úgy mondjam, kötetein nevelkedtek. Személyes belső kapcsolatuk volt a Magyar Szent Korona létezéséről. És éppen ezért nem tárgynak, hanem személynek tételezték. Miért? Mert megtapasztalták. Tehát olyan hatást tulajdonítottak a Magyar Szent Koronának többek között, mint annak a szeretett lénynek, akit én mondjuk nagyon szeretek, de éppen nem tartózkodik itt, ebben a városban, vagy ebben az országban, de valahol mégiscsak van. És bennem a szeretet élmény az igenis valóságos, és kiváltja ki. Hát nem eszmei síkon váltódik ki, hanem tudom, hogy ő létezik, és így hat rám, hogy én őt szeretem. Na most
nehogy félreértsük, ez most egy apokrif változata volt a Szent Korona szeretet fogalmának. Márpedig Révai Péter a legfontosabb hatóerő az angyali és a szent csillag vonatkozása után, amennyire azt mondja, hogy az isteni gondviselés rejtezik a magyar szent koronában, tehát nem csak a nemzet legjobb tulajdonságai lakoznak a magyar szent koronában, hanem minthogyha maga az isteni gondviselés rejtőzködne benne. Na most is ott van. Gondolom tudjuk, ha Révai Péter idejében úgy volt, ha Szent László korában megint csak úgy volt, akkor ebben a kicsit nehezebb időszakban nem árt, hogyha tudjuk, még senki nem tiltotta ki a magyar szent korona titokzatos belső lényszerűen működő lelkéből az isteni gondviselést. És erre tényleg azt kell mondani, hogy nem vagyunk mi árvák. Vegyük már észre. Nem vagyunk árvák. Európa kellős közepén élünk, és minden magyarnak 15 millió magyar testvére van. Akkor miért lenne árva egy nemzet? Hát a Kárpát-medence legnagyobb lélekszámú népe, nemzete a magyar. Tudjuk mi ezt? Mindenhol arról panaszkodunk, hogy kevesen vagyunk. Na most, ha valamit el akarnak tüntetni minőségi szempontból, és ez minden területén az életnek így van, az leggyakoribb eltüntetési mód az micsoda? Felhígítani. Magyarul túlszaporítani. Tehát ne akarjunk megint az ostobasághoz fölzárkózni. Az viszont más kérdés, hogy 4 millió gyermek még megszületése előtt édesanyjának, pontosabban mostohájának méhében 1945 és napjai közötti időszakban hogyan tűnhetett el. Ezzel számot kell vetni. Mert egy nemzetgyilkosság mind a mai napig tart anya méh belsejében. És ez kerintétel. De ez, hangsúlyozom, ez nem a kihalunk vagy nem halunk kategória. Mert nem fogunk kihalni. Tehát 15 millió magyar az pontosan annyi, hogy 15 millió magyar testvére legyen minden magyarnak. Azért ez nem akármilyen tétel, a nagyságrendjét sem. Tehát Révai Péter korona erősebben vonza a mágnes a vasat, mint ahogy a korona titokzatos erejével, magnetikus tulajdonságával kiváltja, vonza a szeretetet. Tehát amikor már a magyar szent korona elkezd sugározni, de nem úgy, mint valamiféle sugárzó fizikai erő, hanem úgy, ahogy a fény sugárzik a világban. Hát szent csillag, hát a csillagnak fénysugara van. Na most a fény sugárzik a magyar szent koronából, hogy aztán ezt meg lehet tapasztalni, vagy nem lehet, ez egy külön tétel, nyilvánvaló módon meg lehet, csak nem a hétköznapi életnek a síkjáról közelítve. De egy biztos, maga Révai Péter, hangsúlyozom, ezek kemény, kardforgató férfiak. Tehát ezek nem szeretik ezeket a, nem is akarom mondani, milyen típusú ömlengéseket. Mit mond? A korona titokzatos, szó szerint idézem, titokzatos erejével, magnetikus tulajdonságával kiváltja, vonzza a szeretetet. Na most, ha magyar és valóban alkalmas, és valóban a magyar király fejére kerül a magyar szent korona, akkor az életét mi fogja vezérelni? Az az eszme, az a valóság, amit minden magyar király el szokott mondani. Ez maga a szeretet. Ráadásul a szeretetnek a legmagasabb foka, ezt pedig szerelemnek nevezik. Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. No, hát még visszhangzik is a no. Kaptam egy időmérő szerkezetet. Jól állunk az idővel. Csak a levegővel nem. Tehát szerintem, hogyha ott tudunk oldalszárnyakat megnyitni, akkor ne vonjuk vissza magunkat ettől a lehetőségtől. Na most
Az, amit itt az aranyművesek nyilván elmondtak, vagy el fognak majd mondani. És tulajdonképpen ezért törvendetes az, hogy 1978 után, amikor a Magyar Szent Korona hosszú távollét után hazakerült, az egy megint más kérdés, hogy miért adták vissza. Megint abból indulunk ki, hogy kegyeleti okokból. Erre szokták azt mondani, ne szórakozzanak már velünk. Fort Knox. Ez nem kegyeleti ok. Ez az Amerikai Egyesült Államok legtitkosabb, legzártabb, legatombiztosabb bázisa. A Magyar Szent Koronát ott őrzik. Tehát ez azt jelenti, hogy ott aztán úgy el lehet felejtetni a létét, ahogy nem röstellik. De valamire fölfigyelnek. Ezt velünk nem osztják meg. Miért? Mert ez minden állami gépezet világában államtitoknak számít. De egy biztos, egyszer csak alig várták a pillanatot, hogy visszaadják. És nem azért, mert ilyen nagy lelkűek, ennyire magasztosak, hanem valamilyen hatással, valamilyen erővel, most már tetten érhető és igazolható módon találkoztak. Egyetlen egy dologra szeretnék figyelmeztetni, hogy amikor behajozták az Egyesült Államok területére, tehát átvitték Európából a Magyar Szent Koronát, ez olvasható a korona történetének ez a szakasza magyar nyelven is. Na most ott egy nagyon fontos figyelmeztetés hangzik el. A legtitkosabb módon kezelik az ügyet. Ezért ráírják a ládára, a korona ládákat és a vasládát őrző legfelső ládára. Ez tipikusan, ahogy mondani szokták, ennek a kornak a mentalitását és tudatszintjét jelzi. Ők tényleg ilyenek. Most képzeljük el azt az egyszerű katonát, aki amúgy is a titkos szállítmányok ármádiájában egyszer csak egy ilyen felirattal találkozik. Következő a felirat, nem azonosítható repülőtárgy, vigyázat, sugárzás veszély. Sugárzás veszély. Ezek a tények. És a tény az, hogy mind a mai napig a Magyar Szent Koronának 1945 utáni történetéről. Miért? Mert ha valaki megírja, és ez tényleg nemzet számára gyönyörű színes kiadványokban érdemes itt elmélkedni és gondolkodni. Hát ezek tényadatként bele kell, hogy kerüljenek. Márpedig római pápa küldte a koronát, és mint tudjuk, két részből úgy lett összebarkácsolva. Meg hát amúgy is, nem kell ezzel foglalkozni. Hát nem lehet azt mondani egy katonai gépezetről, hogy ezek angyalok és misztikus szentek. Ezek katonák voltak. Amerikai katonák. És mit tapasztaltak meg? Valami misztériumot. Tehát nem tudják mihez kötni, valami, minthogyha szárnyalna erőként a koronában, és ugyanakkor pedig egy sugárzás tartományon, ami műszerekkel nem biztos, hogy mérhető. Na ez az a különleges titokzatos erő, amiről Révai Péter úgy beszél, hogy nem csak sugározni tud, hanem van egy magnetikus vonzereje is. Tehát nem csak egy irányban működik, hanem bizony ez az erő tartja össze magát a nemzetet. Na most magának a koronának a felépítéséről, és hát amikor, hát ebből lehet érzékelni, hogy azért itt most már történelem van, éppen Varga Tiborral sikerült arról néhány szót váltani, hogy a korona kutatásnak a tehát az aranyműves csoportnak a nagyjai, amikor itt találkoztak, akkor mi minden történt. Ők már tényleg ebben a mohikán korszakban vannak. Hát amikor ők közel kerültek a koronához, mi még ilyen, nem is tudom, milyen, nem is akarom részletezni, hogy milyen korban voltunk, milyen észjárással rendelkeztünk. Tehát ez már tényleg a művelődés történetnek a lényege. És hát bebizonyosodott, hogy a Magyar Szent Korona az egységes egész. És amennyire egységes, lényegében oszthatatlan, minden szét lehet szedni, hangsúlyozom, de az már csonkításnak számít.
Na most a magyar szent korona, tehát egységes egész, és lehet érzékelni, hogy a csoport is, tehát az aranyművesek, Ludwig Rezső, Csomor Lajos, aztán Pap Gábor kutatásaira kell hivatkozni. Tehát itt nagyon szépen megállapították, hogy a korona tulajdonképpen nem is annyira két részből tevődik össze, mint három nagy egységből áll. Tehát ez azt jelenti, hogy fölül a kereszt, utána jön a koronának a teste, szó szerint a teste, a keresztpánttal és az abroncsa, és végül természetesen jön a csüngőknek a sora. Na most éppen ezért, hogyha az ember így látja a koronát, akkor már azt is lehet érzékelni, hogyha egy ilyen korona létesül valahol az időknek és a fénynek a mélyében, méhében és magasságában. Hát Révai Péter, szívesen idézem őt, mert például a Szent István koráról úgy emlékezik meg a korona megjelenésének idejében, tényleg mint egy aluvó kisded a bölcsőjében, amikor a magyar szent korona még a bölcsőjében létezett. Na most azért ne felejtsük el, itt tárgyról nem szoktak beszélni. Tehát annyiféle rezdülettel, árnyalattal, kijelentéssel lehet találkozni, ami tényleg a élet felé vezet el bennünket. Na de miért akarták mindenáron szétszedni a magyar szent koronát? Egyetlen egy oka van. Ugyanaz, mint a pápai koronaküldés. Ha beinjektálnak egy mesterséges, hisztérikus programot a közéletbe, akkor mi nem a lényeggel fogunk foglalkozni, hanem arra leszünk berendezkedve, hogy az arcátlan provokatív hazugságokat hányszor és hogyan kell megcáfolni. Most ilyen lövészárkokba akarnak bennünket beterelni. Holott azzal kellene foglalkozni, hogy, és ez most lényegtelen, fogadjuk el azt a meggondolást, hogy de nem fogadjuk el, elfogadni se lehet. Na de miért ez a makacskodás? Hát azért, mert kétféle koronatípus létezik úgy általában. Nyilván sokkal több is, de éppen Szent István korában, és erre bizánci forrás is rendelkezésünkre áll, aztán egy Augusto Dudensis is megerősíti, hogy itt korona és korona között akkora a különbség, mint királyi méltóság és királyi méltóság között. Ugyanis a két legáltalánosabb típusa a koronának, a nyitott és a zárt korona. Hát ezt állítom, hogy már elmondták, és nyilván el fogják mondani. Na igen, de ez a hatalom gyakorlásának útján egy utol nem érhető magaslatot jelent, hogyha a korona nem nyitott, hanem zárt. Hát én úgy gondoltam megboldogult ifjú koromban, hogy a nyitott az a magasabb rendű korona típus. Miért? Mi így gondolkozunk, hát az nyitott, hát biztos fölfelé nyitott. Hát nem. Ebben a világban, ország és ország közötti kapcsolatban, ilyen nyitottság koronában így nem működik. Az, ha nyitott, egy dolgot jelent, azért nyitott, mert egy másik király, királyság még fölötte áll. Na most, hogy érthető legyen, nem szakmai megfontolás, ma úgy mondanánk, hogy politikai, történelmi, társadalomtudományi megfontolás vezette a hivatalos kutatás történetet, hogy a koronát szétszedjék. Miért? Mert ha nem szedik szét legalább képzeletben, akkor az elképzelhető legmagasabb szintű királyság eszméjéhez jutnak el. Na de a magyar az magyar, ha neki föl kell zárkoznia. Szlávoktól a földművelésre vonatkozó alapszavakat át kell vennie. Germánoktól a kultúrára és minden vonatkozásra van alapszavakat át kell venni. Igaz, hogy nyelvének kétharmad része az érintetlen, német ismeretlen eredetű szó, tehát a magyar nyelv szókészlete honnan származik? Hát amit nem innen kölcsönzött, nem onnan kapott, az természetesen olyan helyeken, ahol emberi kultúra soha nem virágzott, ott a zuzmó, a fagy, a moha és a jégkristályok között ott gyűjtögette össze.
Hát még a lovaglásra vonatkozó szavainkat is máshonnan származtatják. És valamire azért figyelmeztetni szeretnék, ez angyali korona, szent csillag. És ahogy nagyon szépen az angol utazó elmondja, a magyarok különleges nyelvet beszélnek, és a koronájukról is valami rendkívüli dolgot tartanak. Az angyal a magyar szent korona állandó jelzői között azért szerepel, mert az angyal az hírhozó. Az nem angyal, aki nem hoz hírt. Angelos, ez mit jelent? Hírhozó, hírvívő. Na most ez általában mire vonatkozik? Magára a beszédre, magára a nyelvre. Tehát ez a korona bizony beszélni is tud. És ezt megint úgy lehet beállítani, hogy na hát kérem, ez már olyan misztikus túlzás, itt volt egy alak, és azt mondta, hogy a korona beszélni tud. Hát az őseink így tartották. Amikor 1790-ben végre II. József kalapos uralkodó botrányos viselkedése után visszakerül a magyar szent korona, amit 1784-ben ő maga április 4-i rendelettel vitetett el, április 4-i rendelettel vitetett el, végre visszakerül, és az egyik nemes ember, most itt nem is a nevek a lényegesek, ha jól emlékszem, ott van maga a ország nádor, és már Budán vagyunk, és a láda kulcsát keresik. Benne van a korona. És ez a magas méltóságú magyar főnemes német nyelven megkérdezi, hogy hol van a kulcs. Erre a testőr kapitányok közül az egyik a következőt mondja, Korona 9 évszázada című forrásgyűjteményben olvasható. Hát főméltóságú uram, ez a korona nem tud németül. Ennek magyar az anyanyelve. Erre megszólal magyarul, hogy hol a kulcs, és abban a pillanatban, mint a csoda történt volna, előkerül a kulcs. Mire a testőrkapitány azt mondja, na ugye, tud magyarul a korona. Na most angyali korona, ez természetesen nem a tudományos tények tárházába tartozik, de a korona az egy misztikus erővel rendelkezik. És vannak olyan erő, fény és életforrások, amelyeket műszerrel nem lehet mérni. Egyszerűen nem lehet beskatujázni és beazonosítani. Na most visszatérve gyorsan, a másik koronatípus viszont a zárt. Ez azt jelenti, és a magyar szent korona lehet látni, teljesen egyértelmű. És figyeljünk oda a módszertani hiányosságokra. Teljesen mindegy, hogy összetették úgy mondom úgy, vagy nem. Miért? Mert zárt. Magyarul csinálnak egy állvitát. Hogy a lényegről a figyelmet eltereljék, ugyanis egyetlen egy jelentése van. Ha zárt, és éppen az Árpád-korban zárt koronák nincsenek úgy általában, mert a bizánci császári korona, az tulajdonképpen nem is korona. Az egy hímzett teveszőr sapka. Tehát amikor mozaik képeken, festményeken látjuk, ne tegyük soha a magyar szent korona mellé. Miért? Mert az egyiknek van nemes fémből megalkotott teste, a másik pedig egy teveszőr sipka, olyan is egy általában bizánci császár, és megtévesztésként tulajdonképpen úgy van gyöngyel körbehímezve, és a fejér tetejére meg egy keresztet rábígyeztenek. Most ilyenek tévesztik meg az emberiséget a maga igazság kereső útjában. Hát gondolom azért nem kell ezt magyarázni. Mi a különbség egy korona és egy teveszőr sapka között? Hát azt a teveszőr sapkát egy kicsit mondjuk koponya formában, hát azért körbe lehet ám vágni. Tehát ez ugyanabba a típusba tartozik, csak nem itt fedi be a fejet, hanem egy kicsit lejjebb, halántéknál és szemöldök magasságban. Na de vissza, térve zárt, és ez azt jelenti, hogy fölötte világi hatalom nincsen. És ebből a szempontból most nagyon fontos tétel következik. A római pápa is világi hatalom ebből a szempontból. Világos? Tehát magyar szent korona fölött, ahogy Pap Gábor meg szokta fogalmazni, római pápa,
pápaság nem diszponál. Nagyon egyszerű ennek a magyarázata. A pápa nem Isten fiúi szerepkörben gyakorolja a méltóságos hatalmát, hanem Szent Péteri szerepkörben. Na most ki feljebb való? Szent Péter vagy Jézus? Ez megint nem vita téma. A magyar király, mint apostol király, nem egyik vagy másik apostol apostolsága révén gyakorolja a hatalmat, hanem az Isten fiúság alapján. Csak ezzel nem szokott visszaérni. Tehát, hogy érthető legyen, a koronánkkal egyetlen egy baj van, a hivatalos történetkutatás és a napi politikának a színpadán. Egyetlen egy baj van, mást bizonyít a léte, mint amilyen múltat, mesterséges múltat a magyarságnak szántak. Ne felejtsük el, ez azt jelenti, hogy fölötte már nincsen-e világi hatalom. És megint úgy bagatelizálnak el kérdéseket, ahol nem röstellenek. Magyarul, hány apostol király van a világban? Minden egyetlen egy. Hogy érthető legyen, nekünk nem hiányosságaink vannak, töbleteink vannak. És állandóan a hiányosságok mezején tévejgő népek nagy családjához akarnak bennünket fölzárkóztatni. Ilyen töbletekkel nem fölzárkózni kell, hanem ezeknek a szerencsétlen útkereső nemzeteknek utat kellene mutatni. És ez a történelmi felelősségünk. És miért az? Mert ha nem tesszük meg, nem csak a magyarság ellen követünk el bűnt és vétket, hanem az egész emberiség ellen is. És akkor az egész emberiség fog rajtunk számon kérni, hogy miért így viselkedtetek? Mert emelték az árakat. Miért így viselkedtetek? Mert a gázár kompenzáció, miért így viselkedtetek? Ezek nem is érdemes ezekkel foglalkozni. Na, mehetünk a következő képre. Tehát a következő képre mehetünk. No. Hát ez jó lenne tényleg, hogyha úgy nagyban látnánk, és még valami gyorsan el kell mondani, hogy amióta Szent István fölajánlja a magyar szent koronát Szűz Máriának, azóta megint van egy érdekes sajátossága a magyar királyságnak. Mert a magyar királynak az igazi párja, a földön az nem vitás, de az igazi párja, nem szabad elfelejteni valamit, szent koronával királyi feleséget, királynét soha nem koronáztak meg. Miért nem koronáztak meg nőt? Hangsúlyozom, ha nőt koronáznak, az királyi méltóságot jelent. Tehát a magyar királynak, ha van felesége, akárki legyen az, miért nem koronázzák meg a magyar szent koronával? Mert Szűz Mária fején van. Tehát ez bizony azt jelenti, hogy az Isten fiúi szerepkör égi párja, az maga a szűzanyaság. Most ezek elképesztő, ahogy úgy mondjam, folyományokat jelentenek, és igenis szorítsunk rá kiváló vallástörténészeket, teológusokat, hogy a lényegről beszéljenek. Mert nem erről beszélnek. A magyar király Főkegyúri jogáról is úgy beszélnek, mint hogyha ez a futottak még kategória. Hát ez mit jelent magyarul? Azt jelenti, hogy a magyar király alapít püspökséget, egyházat, magyar király nevez ki püspököt. Hol van ez a világ másik táján, így mondjuk főleg nyugaton? Ott eredendően a pápa az, aki kinevez püspököt, aki alapít. Tehát teljesen más státusszal rendelkezik ez a korona, mert szó szerint már a koronát jelenti. És ne felejtsük el, a legjobb tulajdonságaink ebben a koronában ma is tetten érhetők. Tehát ha bántani akarják a koronát, ez azt jelenti, hogy rólunk van szó. Na most kormányrendeletre gondoljunk.
hirtelen fontos lett az, hogy ő megtudja, nem a táncolás lett a fontos hirtelen, hanem az, hogy hogyan lehet roncsolásmentes anyagvizsgálatot elkezdeni. Már a megfogalmazás is iszonyatos egyébként. Az más kérdés, hogy a korona tényleg szenved. Tehát ezt azért tudni kell. Tehát akik naponta találkoznak a koronával, például a koronaőrök is elmondják, hogy bizony lehet érzékelni a koronán, hogy vannak olyan dolgok, amire neki, mint koronának és mint lénynek igenis szüksége lenne. Ők ezt nem tudják megnevezni, hogy mire, pedig nagyon egyszerű, igazi, őszinte szeretetre. És természetesen, ahogy az ötvösök aranyművesek elmondják, hát itt színezéssel rendkívül káros behatások érték a koronát. Tehát egészen más az, hogy valóban javítani akar egy kortárs és felelősen gondolkozó társadalom a korona állagán, és egészen más az, hogyha valaki ilyen múlttal, aki egyfolytában hazudozott, és a többit nem is említem meg, miért, mert ez éppen elég. Hazugság atyát hogy nevezik? Maga az ő, hát így van, maga Jézus nevezi így. Hát a kész, letette a névjegykártyáját. Tehát igenis, nyilvánvaló módon, hogy vannak, de ezt nagyon elő kell készíteni. Ez így nem megy, hogy kormányrendeletre. Na de, felülről építkezik a korona, éppen a felső pantokrátort ábrázoló lemez és a fiú képében a Teremtő Atyaisten megörökítő zománszkép kellős közepén van egy kis felperemezett lyuk. Na most a kereszt ebbe van beállítva. Tehát végeredményben a magyar Szent Korona építményében éppen legfelül van egy titokzatos képződmény, most ne jegyünk meg a szakkifejezéstől, emberi fogalmak szerint ott semmi nincs. Na ott lép be a Teremtő a világba, ahol a mi fogalmaink szerint végeredményben nincsen semmi. És abban a pillanatban, a következő lépésben ő már alakot ölt, na őt nevezi a koronakutatás felső pantokrátornak, itt nyilván az atyai tulajdonság mutatkozik meg a pantokrátori szerepkör vonatkozásában, elő pedig az úgynevezett előső vagy alsó, tehát ott a fiú szerepkör hangsúlyozódik. De a kettő között lényeges eltérés van-e? Nincsen. És miért nincs? Mert az atya és a fiú egy lényegű. Tehát pontosan ez bizonyítja, hogy itt nem egy ószövetségi programadás, hanem új szövetségi programadás szerepel, hogy itt a Teremtő Isten a fiúság képében jelenik meg. És ezek megint nagyon kemény és sarkalatos tételek. Miért? Mert újabban, és ez már tart, vagy fél ezer évvel, gondoljunk aztán a barokk Szent Háromság kompozíciókra. Köszönő viszonyban nincsen a fiú az atyával, a lényeg szempontjából. Miért? Mert az egyik az egy megöregedett öregember, de hogy az Isten hogy tud megöregedni, ezt el nem tudom képzelni. De jó, ha megöregedett szegény. Majd ő is jelentkezik a kompenzációs támogatásokért. De most ez nem blaszfémia, hanem hogy érthető legyen, nem gondolunk dolgokat sajnos végig. Ezek nagyon kemény tételek, mert magyar nyelvterületen az öregisten az öröknek a névváltozatát idézi meg. Tehát lehet időben őt öregíteni, és ezzel jelezni, hogy mindenkinél régebbi az ő léte, de ha hitelesen akarom megidézni, akkor kiderül, hogy az atya és a fiú az végeredményben egy lényegű. És ne felejtsük el, hogy a korona felpermezett lyuk és a kereszt végeredményben a királyi főn van a magyar Szent Korona. Akkor ezt a becsatlakozási pontot, hogyha lefele virtuálisan elindítom tengelyként, akkor pontosan ide érkezünk. És itt milyen pontot találunk? Ezt nevezik korona csakrának, fejtető csakrának, van a magyar neve, Pilis. Na most nézzük meg a Teremtő Isten ábrázoló zománszképnek a koponya kidolgozását. Ott van egy kis kitüremkedés. Tehát elindul a koponya, ahogy elindul, és itt fejtetőn hirtelen valami kiemelkedik. Hát a rekesz szalagot úgy kell kihajtogatni, tehát nehogy arra gondoljunk,
megint az ötvösökre, aranyművesekre is a művészettörténeti kutatás nyilván Papp Gáborra kell hivatkoznom, hogy a zománc pontosan az a műfaj, ahol véletlen nincsen. Ez egy meditatív művészeti ágazat, és egy kultúra a magas rendőrségét azzal hitelesíti, hogy jelzi a zománccal, mint anyagféleséggel a kapcsolatát. Miért? Mert a zománc minden magas kultúrában a királyok és a főpapok, na most ezt jegyezzük meg, királyoknak és főpapoknak szól az a különleges ható erő, amelyet a rekesz szalagok közé és a rekesz szalagok által vezetett zománc és maguk a rekesz szalagok működtetni tudnak. És művelődés történetben két ilyen kultúrát ismerni kell. Egyiket ismerjük, ez maga az egyiptomi. Na de a másik az maga a szkíta. Tehát, hogy érthető legyen a zománc, mint művészet. És a koronának azért megvan az a sajátossága, hogy 19 figurális zománckép és 8 azsúr zománc. Most számoljuk ki, hogy mennyi. Tehát ez azt jelenti, hogy egy koronán gyakorlatilag a zománc képek azok, amelyek az első pillanattól a végső pillanatig a beszédet és az üzenetet hordozzák. Az összes többi segít, kiegészít, tovább magyaráz. Hát a világ történelemben, és ezt megint nagyon szépen leírták annak idején, amikor összefoglalták a Szent Korona nyomában, ez Csomor Lajos tanulmánya volt, hogy gyakorlatilag még egy ilyen korona nincs ám a világon. Tehát az, hogy zománc képes koronákat egymás mellé állítunk, aztán itt van még egy, aztán ott van még egy, aztán ott van még egy. Nincs ilyen. Egyedül van egy német-római császári korona, 4, azaz 4 zománc képpel. És a 4 zománc kép közül a 4 téma egyik sem új szövetségi, hanem ószövetségi. Akkor hol van a kereszténység? Akkor hol van a kereszténység? Ezen viszont minden zománc kép első pillantást, hogyha rátekintünk, végeredmény egy új szövetségi programmal rendelkezik. Aztán jönnek a ráadások természetesen. Na most minden mag fényfa keretelésben jelenik meg a felső pantokrátor, és nézzük meg, ott vannak a világító égi testek. Tehát itt tényleg a fénynek a közegében vagyunk. Igen ám, de itt a fény nem a napot jelenti lényegében, és nem a holdat jelenti lényegében. Először itt a fény a világosságot jelenti, aztán a nappalt jelenti, aztán a napot fogja jelenteni, és utána lesz majd egy nagy meglepetés. A másik oldalon viszont nyilvánvaló módon, ha itt a világosságnak a képjele van, hát kinek a feladatait megint Papp Gáborra kell hivatkozni, a világosságnak és a sötétségnek a szétválasztása. Ez teremtői feladat. Na most a túloldalon megjelenik a sötétségnek, az éjszakának, a holdnak és egy másik égitestnek a képjele. Na most magunktól állítom, hogy még a 21. században sem jöttünk volna rá, hogy tulajdonképpen amennyire napszerűnek tűnik az, és amennyire holdszerűnek, nem biztos, hogy direktben a napot, hanem sokkal inkább a napot is szeretem, a túloldalon pedig nem direktben a holdat, hanem sokkal inkább a holdat is szeretem. De ha mi ismerjük a népdalainkat, hogy folytatjuk tovább? Napot is szeretem, holdat is szeretem, de fényes csillagot leginkább szeretem. Na most a két égitest ábrában megjelenik egy harmadik is. Sokat emlegettük, de hát a szózata is, ha jól tudom, föl lett olvasva. Na most ez egy olyan ajándék a mi korunknak, Papp Gáboron keresztül jövő ajándék, amivel tényleg gazdálkodni kell. Ez nem könnyen kitalálható. Ugyanis, ha én a világos felületet nézem, és a sarlós felületet, hát azért földről nézve valljuk be férfiasan. Mikor látom én a sarlós holdat sokkal nagyobbnak, mint a világító felét állandóan felénk fordító nappal napkorongat. Ez elképzelhetetlen. És ugyanakkor pedig jön a keserű meglepetés. A 8-as, mert ez ilyen 8
különös rendszerként adódik, de soha nem volt a napnak a mérőszáma. Na itt jöttek a nagy meglepetések, mert van egy harmadik égi test, amelyik viszont pontosan így jelenik meg a csillagos égbolton, és ahhoz, hogy élet támadjon a világban, nem csak a napra, nem csak a holdra, hanem az életnek is a bujdosó csillagára, vagyis az esthajnal csillagra is szükség van. Ugyanis az esthajnal csillagnak földről nézve a két legfontosabb arculata pontosan így adódik. Amikor föld közelbe van, nem a teljes korongját látom, hanem csak a sarlóját. De mivel föld közelbe van, földről nézve úgy tűnik, hogy amikor a ugyanakkor, amikor a föld távol van, tehát nap mögött van az esthajnal csillag, akkor a teljes képét fordítja felénk. Igen ám, de hiába fordítja a teljes arcát felénk, ha távol van. Mert én földről nézve mindig ugyanakkorának látom ám. Na de miért? Hát pontosan ez a legfontosabb sajátossága. És így a peremnek az egyformasága tényleg érzékelteti. Tehát igenis benne van a napnak a képjele, benne van a holdnak a képjele, de a kettőben együtt benne van egy harmadik égitestnek is a képjele. És ez tényleg az esthajnal csillag. Na most nota bene. Milyen parancsolatot érvényesít Jézus az ember lakta világban? A szeretetnek a parancsát. Na most a három égi test közül melyik kifejezetten a szeretetnek az égi fő felelőse? Hát az életnek a bolygója az esthajnal csillag, vagyis a Vénusz. Na menjünk a következő képre gyorsan, és akkor megnézzük a... Vége. Tehát most gyors elvarrás következik. János apostol fordul velünk szembe, és itt nagyon, hát maradjunk annyiban, hogy menjünk tovább. Tehát ő már apostol, a következő keresztpánt jobb oldalon Szent Péter apostolt fogja ábrázolni, ha megérkezik. Lehet, hogy egy attilai szerepkör foganatosítására lesz majd szükség, tehát megjelenik felül teremtés, úgymond teremtés közel. Miért? Ez tényleg az ember szabású világ mindenség megörökítését foglalja magába a magyar szent korona teremtés pillanatától a földi élet megvalósulásáig. Hát azért gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Amit a világról el lehet mondani, az a magyar szent koronában megjelenik a teremtéstől a megváltásig. És a teremtés és megváltás rögös útján bizony maga az emberiség jár. Tehát ez azt jelenti, hogy megint nem a magyarság belügyéről van szó. Na most Péter apostol, hát itt most már lehet látni ezt az összetartó meditációs szemállást. Hát akik a koronakutatással foglalkoztak, itt minden elképesztő. Furcsa kancsal szemállás. Hát eddig én úgy tudtam, hogy a bandzsa az befelé, a kancsal pedig kifelé. Tehát a hivatalos koronatutakatás fantazmagóriái még odáig sem terjednek, hogy meg tudja különböztetni a kancsalságot a bandzsaságtól. De ő nyilatkozik. Most ennyit ér az a nyilatkozat. Összetartó szemállás, teremtés közelbe vagyunk. Nem kifelé kell figyelni. Itt minden fölfelé és befelé szól. Apostoli környezetben vagyunk, meditációs szemállás, megjelennek ezek a titokzatos négylábú lények két oldal, de már vágtatunk tovább. 5 perc alatt be fogjuk most fejezni, Szent Jakab apostol hátul. Tehát sok minden nem lehet elmondani, de egyet pontosan lehet látni. A rekesz rajzolat és a rekesz szalagok kihajtogatása, és egyáltalán az apostolok megidézési módja nem utal olyan kereszténység működésére, amit külföldről itt belföldön át lehetett volna venni. Miért? Mert ismeretlenek, néhány kósza kivételtől eltekintve, ismeretlen az ilyen apostol ábrázolási mód. Egyszerűen nincs jelen a világban.
Mert lehet, hogy néha látok meditációs szemállással szentet vagy apostolt, na de úgy, hogy meditációs szemállás koponyadudor jelzése, és ilyen mitikus négylábú állatoknak a seregle, tehát Jakab apostolt mikor kísérték, vagy Szent Péter apostolt? Menjünk gyorsan a következő képre. Pörgessük, pörgessük. Bátran, bátran, Szent Pál apostol, már mehetünk tovább. Hát Pál vonatkozásban a pálosra nyilván fontos lett volna. Szent Fülöp apostol Pál képe alatt látható, Szkita térítő apostol és az egyetlen olyan apostol a felső apostoli seregletből, akinek az arca nem meg lett férfikorú arc, nem idős, hanem inkább fiatal. Na most a Szent Korona apostol képeinek és egyáltalán Szent Korona létének útvonalán a felső korona részen ez egy nagyon fontos stáció. Mert ha már elöregettünk, vagy már nagyon elaggottunk, és nagyon elálmosodtunk, akkor honnan jöhet az ifjító utánpótlás? Tehát egy biztos, itt meg lehet újulni. Tehát egy rendkívül fontos apostoli csomóponthoz érkeztünk. Jöhet a következő kép, ez András apostol lesz, és ha valaki nekem megmondja, hogy a mutató ujja András apostolnak, hát gondolom érzékeljük, a másik kéztartása pedig a híres pártus tartás. Na most ő Szkita térítő apostol volt ő is. Na most ezek az eredeti, hogy úgy mondjam, új méretek. A mutató ujja, ez egyébként a jupiteri ujj. Ez érdekes módon megkettőződik. Na most, ha én egy rendkívüli tulajdonságkör érvényességét akarom jelezni, és tudom róla, ha földre születik, akkor az lesz a sajátossága, hogy többlete van és nem hiányossága. Ezt hogyan lehet ilyen mesteri módon jelezni? Hát ha én ezt ide teszem, ezt a új többletet, ide le, vagy a hüvelykúj fölé, akkor hány ujja van? Hat ujja van. Na most ez pontosan egy hatásnak a megnövekedése. Na most ilyet az úgynevezett judeo-krisztián egyházban nyilvánvaló módon nem fogunk találni. Szkita térítő. Tehát itt azért nagyon nekünk szólnak ám az üzenetek. Ez szó szerint a táltos ujjnak egy sajátos jelzése. Nem életképi szinten, fönt vagyunk. Majd az abroncs világában leszünk a mindennapi élet forgatagában. Jöhet a következő kép. Hát szembenézetből kapjuk, jöhet a következő kép, maga a korona. Megjelenik négy szív itt, nem tudom, hogy mennyire látjuk, kettő szív itt, négy meg kettő az hat. Na most a magyar nyelven a hat az mit jelent? Hát számot is jelent, és hatást is jelent, és ez nem annyira szék, mint egy olyan trónus, amelynek az alakja kísértetiesen emlékeztet egy dobogóra. Na most a dobogásnak mi a lényege? Pontosan az, ami a szív működésének. Jézus képe fölött, bár itt nem nagyon lehet látni, majd lesz utána is nyilván, aki vetíti ezeket a képeket, vagy más képeket, egy szív alakú törött ametiszt van. Szív alakú drága kő. Véletlenül dobogó körről hallottunk-e valamit? Na most ezek azok a oda-visszajátszások, jelzések, amelyek mellett Magyarországon magyar ember nem mehet el, mivel a királyi központot keresem. És ezt a királyi központot Jézus határozza meg. Hát engedelmet kérek. Ha van itt fönt egy szív alakú drága kő, és mi tudjuk, hogy a királyi központ valahol a Dunakanyarban dobogók térségében sűrűsödött össze, akkor mi itt a kérdés? Főleg akkor, hogyha itt a dobogónak a belső testében megjelennek ezek a kis szívjelek. Nyilván motívumkincs meg mintakincs, de most olyan helyen van, hogy lüktet. Tehát tényleg dobog. És amit nyilván az aranyművesek elmondtak, olyan pantokrátor kép még nem került elő a világ történelemben, trónuló Jézus kép, hogy az egyik oldalon is életfa legyen, és a másik oldalon is. Most egyszer tényleg gondolkozzunk már el dolgokon. Jöhet gyorsan a következő kép. Gábor arkangyal, mehetünk tovább, tehát lejöttünk bal oldalon Gábor arkangyal, az abroncson jobb oldalon Szent Mihály arkangyal, jöhet a következő kép, most
tényleg jól állunk az idővel, Szentdemeter, és ahogy Pap Gábor figyelmeztetett, az alsó korona részen teljesen kiérett jelként megjelenik az a kis légyes osztató virág sziromra emlékeztető jel, ami a szkíta kereszténységben, vagy a szkíta ősvallásban már Jézus születése előtti 6. évszázadban Paziriki kurgán belsejéből nem ezt a karokon milyen képjellel találkozunk. Na milyen kereszténység ez? Hát ez tényleg a fénynek a kereszténysége. Ez ugyanis a kibomló fénynek az alapjele, és ez az, ami a felső koronarészben és az alsó koronarészben közös, tehát nyíltan közös. Na most mi az, ami közös? Maga a fény. Menjünk gyorsan a következő képre. Szent Györgyő sárkányölő, csak úgy, mint Szent Mihály egyel előtte, menjünk gyorsan a következő képre. És hát ezek gyógyítanak. Magyar király gyógyít. Megjelenik egy gyógyító, Szentő Damjánnak hívják, túloldalán pedig ezen az oldalon az ikerpárja, menjünk gyorsan a következő képre. Hát ő pedig Kozmász. Kozmász névről csak annyit, hogy ez bizony a kozmoszt jelenti, nem csak mikrokozmosz van, makrokozmosz is, és mi a magyar király emberszabású küldetéses feladata a világban? Orvosolni a bajokat és gyógyítani. Hogyan fogalmazta meg ezt Hunyadi János kormányzó? Hunyadi János szívvel, lélekkel azon voltunk, hogy félretéve a különböző pártérdekeket, királyt kívánjunk, aki fényt áraszt a sötétségbe és orvosolja bajainkat. Magyarország kormányzója megfogalmazza, hogy mit jelent magyar királynak lenni. Tehát ne csináljunk úgy, mintha 21. században belevetítgetnénk dolgokat. Le van írva, meg van fogalmazva. És hát az orvosok magukért beszélnek. Menjünk a következő képre. Hát itt megint Jézus kép, előről jöhet a következő kép, és na, 4 meccetés búcsúztunk. Aztán majd gyónok itt a fiúknak a háttérbe, már imára kulcsolt kézzel. Várják a nagy pillanatot, de tényleg készülnek. Most meccetek készülnek a koronáról. Itt azt mondja az ember, hogy hát túl nagy ez a korona, de jelképes az ábrázolás. Nem nagy a korona, hanem valami nagyobb a koronában, mint amit a fizikai tekintet még látni tud. Jöhet a következő kép. Angyalok repítik, fölötte a sugárzó égi test. Tehát ez az angyali korona szent csillag, és az a bizonyos szöveg, amit felolvastam a kezdetén, azt, ha jól emlékszem, minden származik. Menjünk gyorsan a következő képre. Na, erre nincsen magyarázat, ezekre az arányokra. És emlékezzünk a jelzésre a ládán. Nem azonosítható repülő tárgy. Hát ez bizony repül. Mert a Szent Koronát sokkal inkább angyalok által repítve felhők fényes égitestek között látjuk, mint lent. Itt viszont Pozsony városa fölött úgy szépen lebeg. Na most ezek azok az arányok, amelyekre érdemes felfigyelni. Mert ez azt jelenti, hogy ezek az arányok ma is léteznek. Tehát ha mi egy égi arányosságot keresünk egy földi koronában, egy biztos, az egész makrokozmosz és a teremtett világ az emberi lélekben megtalálja a maga kis fényét. Menjünk az utolsó képre. És ez azért tanulságos, talán vetítették, talán vetíteni fogják, mert itt nem lehet hazudni. Ezt német alföldi metszőiskolákból, nem metszet készítő iskolákból származik, és megint csak emlékezzünk a sokat emlegetett tételre. Egyszer már nézzünk utána, hogy nem a rossz hiszeműek, hanem tényleg azok, akik csak megállapítottak valamit Magyarországról, magyar népről, magyar szent koronáról, hova jutottak. Mert ez Magyarországon soha nem látott napvilágot. Ez Nyugat-Európában készül, és a magyar szent korona koronázza meg a Földet.
És hogy mennyire erről van szó, hát ott vannak a kontinensek, ott van az öv, az maga az állatöv, tehát egy nagyobb kozmikus egységre utal, és itt szépen megjelenik a Földnek a fővárosa. Nem fogjuk elhinni, hogy milyen név van ott. Buda, Pest. Tehát, hogy érthető legyen, ma egy gond van a magyarral. Akik a világuralmat meg akarják szerezni, azoknak a Kárpát-medencét be kell kebelezni. Miért? Mert itt van a központ. Ezt ők pontosan tudják. Bennünket pedig szórakoztatnak. Most egyszer tűnődjünk végig, hogy ilyen iszonyatos szórakoztatóiparra, amely butít bennünket, micsoda pénzre meg anyagi feltételekre van szükség. És éjjel-nappal legyártani egy hazugságot. Éjjel-nappal. Na de eljön az az idő, amikor a korona tényleg, ahogy mondani szokták, viszont vissza fogja a jogait szerezni. Nem azért, mert vissza kell szerezni, ezek a jogok valóban ma is létező jogok. És akkor bizony találkozunk azzal a csodálatos élménnyel, és ez nem túlzó önnemzetimádás, ez egészen egyszerűen a tények kategóriájába tartozik. Tehát ha az emberiség meg akar javulni, észhez akar térni, akkor János apostol szavaival élve egyetlen egy tanácsunk lehet, de ez leginkább most nekünk szól, mai magyaroknak. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Köszönöm szépen a figyelmet!